Szevasztok! Köszönöm mindenkinek, aki szavazott, írt, vagy gondolt valami válaszra. Azt is érzem. És akkor ezeket mind számba véve megyünk tovább vissza a kúthoz, és akkor így dolgozgatjuk majd fel a mérkőzéseket, ahogy azt megszokhattuk. Ja, a jövőre viszont, tehát a preszezonban maradni fogok csapatonként, mert ott úgyse tudod, kik vannak, meg én se tudom, úgyhogy azt muszáj úgy elkülöníteni, de ezeket most elvileg tudod. Hogy ezek most kik? Na nézzük ezt meg a teszt. Chargers Vikings, itt vagyunk. Hát nem a legjobb meccsek maradtak a végére, toalettból. Nézzük meg. Slater gyors holdinggal tüntet, hogy futást hívott be Kellen Moore. 3. és 11. Line of scrimmage-en mozgó Keenan Allent leszereli a Bynum. 3 out. Ugye ez a bomba védelmek meccse. Ránézzel, Chargers, Vikings. Hát figyelj, ezek nem kapnak. Még a Chargers D az nem annyira tűnik bombának. Nincs, aki edzel csapatot, ugye ott kezdődik. Sajnos. Van ott egy űrge, de hát ő csak azt hazudja, hogy ért hozzá. Madison megkezd a futás stabilan, ötször nyomja a kezébe Kirk Cousins indulásképpen a labdát. Kirk Cousins nem követeli magának. Olyan, hagyjatok, én el vagyok itt, csak a dupla V legyen meg. Esetleg a Titannek odaforgatok egy nullást, hogyha esetleg az kell. Hockenzonnak messzebbre kellene lőni, turnover. Gilman nem tudni, hogy mi kép, interception vagy fumble, úgyhogy ilyenkor szoktam a steal kategóriát behozni. Aloha Gilman, oda megy, elveszi a linebackertől. Kész. Így írjuk be. Nem a Titan-től. Linebackertől venni az rossz lenne. Mert egy igazi Titan-től nem szedi el a safety. Hockenzon, te nem vagy igazi. Mert az igazi Titan nem bírja elkapni, az elejét, aztán kész. Nincs turnover. Ugye? Sikertelen. Passz, menjünk tovább. Egészen borzasztó, mennyire ineffektív ez a Vikings pass rush. Tudom, hogy a második drive, de ez az egész meccsre. Már most, spoiler, rendszerint ezren támadják Herbit. De nem érnek oda hozzá, ami felfoghatatlan. Nem érnek oda a Chargers falon át, nem érnek oda. Vagy előre menekül a Herbi. Ja. Túl hamar eldobja. Ja, hát az a baj, mi mondják a védők? Így könnyű, érted, hogy nem generálunk, hát eldobod. Aki a depth charton van, mindenki kap labdát a drive-ban a Herbitől. Everett is, Palmer, Quentin Johnston, nagyobb nevűek közül. Keenan Allen mozgatja legjobban a labdát, ő már a golvonal elé ér be, látja a zóna határokat már egy pár éve, hogy hogyan akar védekezni ez a Minnesota. Keenan bátyám, fölismeri a sémákat, hát figyelj, már láttam egy-két edzőmeccset, Herbie eltalálja őt. 3 yardról meg a Donald Parham Jr., hát ő védhetetlen. Ugyan, annyira már inkább de sem megy a védő. Úgyis elkapott társadára, nem Parham. Magasságodat kihasználod, gyomorszájban érkező labdánál. Na most figyelj, a Chargers kétszer is egymás után értékelhetően odaér a futóra. Akiknek papírja van róla, nem tudják levédekezni a futást. Az mit jelent, hogy most odaérnek? Azt jelenti, hogy 3. és 4. Az ott ünnep, San Diego-ban. Erre mit csinálnak? Offside. Jól van akkor. Ty Chandler is megindul egy 10 pluszos futásra, nagyon jó volt Chandlertől, többet nem adunk labdát. Ha ott 2 hétig nem volt olyan Vikings 10 pluszost fusson, hát belép a Chargers, olyan azért volt, hogy szekket nyeljenek be, az van most is. Joey Bosa és Tui Toipolotu felezik el a Cousins-t. Mester és tanítványa? Hát figyelj, a Joey Bosa nem tanít semmit. Tőle csak ellesni lehet a dolgokat. Tuli ezt csinálja. Magázódnak. Mehet a pont. Herbie vajazgat tovább, 1 kiló szeletelt kenyér simán kijön neki 1/4 alatt. De hát mikor távolabbra kellene indítani, azt a Mike Williams nem éri el. Nem ér fel elég gyorsan a labdára. 5 yardos passzokkal is lehet menni, csak néha nem sikerül, ugye? Vagy behívnak egy megtévesztő 1 yardos futást. Ha ezek elég sűrűn jönnek egymás után, akkor pont a vége. Bemutatja J.K. Scott. Pedig azt hitted, hogy leszakítja ellenfelét a Chargers, és akkor nyer könnyen, mi? Így szokta. Hol van a Jefferson? Ja, megy a meccs egy ideje, igen, tényleg ő is velünk van. Jut eszébe a kapitánynak. Menjék keresztbe a slotból? Frissen kiszínezett Viking logón keresztül.
Halljátok, ma nem fehér. Valaki elment festékért. És a túloldalon majd kapod a 20 yardos paszt. Fú, de jó volt. Hát akkor mehet még egy gránát neki, ennek a Jefferson nevűnek. Leszedi. Egy védelmi zászló után Madison fut egy keveset, Josh Oliver pedig befejezi touchdownnal. Éppen be tudta érinteni. Quentin Johnston lehúz egy swing paszt. Minden sikernek örülni kell az ő esetében. Most tanulja az útvonalakat. Majd Palmer is labdát kap, de elveszíti. Így tud Quentin Johnston előre lépdelni a depth charton. Sérüléssel, hogy volt merszem, vagy aki fölötte van, az fumble csinál. Hicks ráütött a labdára, szabaddá válik vikingeké. Előre viszi a Vikings Jefferson mellé a másik súlyos fegyvert, CJ Ham. Fullback elkapásával mozog a lánc. Edison ellen szabálytalan a Michael Davis, de hát a Vikings támadófal se játszik tisztán. Meglepő szintén ez a fordulat ezen a meccsen. Első és 20, Jefferson előre mozog, Asante Samuel későn realizálja, hol van az útvonal vége, Kirk kiszolgálja csapattársát. Edison az endzone-ban nem elég üres, hogy Kirk megjátszhassa, csalódok. Mi az, hogy az Edison nem üres? Full start, drop Madisontól, hát ezektől nem lepődök meg. Harmadikra távoli gól kéne. Helyette check down. Erre a Derwin James sisakra ütött. Újra kezdődik. Első és gól. Írjátok be touchdownnak öngól mintájára. Hát ilyet hogy lehet csinálni, Derwin? Nem írják be touchdownt. Még fusson a Madison, fumble. Visszanézik. Hát figyelj, aloha Gilman, te már okoztál egyet ma, akkor ez nem volt. Így. Eleve Madison nem hibázik. Osborne elől Samuel levéd egy paszt, harmadikra Bosa könnyökön üti Cousins-t. Hát akkor ez csak field goal. Nem élt a nagy eséllyel a Vikings, leesik az állam. Benne hagytak egy pár pontot. Bő 2 perc maradt Herbertnek. Keenan Allen és Gerald Everett simogatják a labdát, jönnek a tűzszúrások. Mike Williamsnél is van egy gombos. Hátrálásból megnyújtja kicsit a pályát Herbie, Palmer bekerült egy Caleb Evans elé, összejön a bravúr. 6-oson a labda. Kelly nem tud befutni, és Mekhi Blackmon is jól dolgozik coverage-ben, Everett ellen. Újonc corner, ügyes. 4. és gól, támadás. Még akkor is, hogyha Staley tudja, hogy ha nem sikerül, akkor nem kapják vissza a labdát, mert nincs rá elég idő. Akkor is támadás. Play action, Parham behúzza. Hicksnek nem volt esélye beleérni abba a lézerbe, amit elindított Herbert. 46 másodperc, időkérés nélkül a kapitánynak. Hackensont megtalálja, de Davis belül tartja. Hail Mary se jött össze. De Viking kezdi a második félidőt masszív Madison tolakodással. De Cousins zavart helyzetben kellene, hogy pontosan dobjon, hát még mit nem. Pont. Beszorul a császártöltés kapu elé. Herbie felnyomja Williams irányába a ballont, valahogy megtartja előre csúszva a földön. Mennek gyorsan no-huddle. Ilyenkor az ellenfél automatikusan pirosat kéne, hogy dobjon, nem? Maguk se hiszik el, hogy tényleg megvolt. Aztán lehet, hogy ez valami dupla átverés, és csak ki akarja csalni a zászlót a zsebedből, csal a finta Herbie. Mindegy, támadhat a Chargers. Keenan Allennek könnyebb jut, miközben Mark Sanchez felnagyítja a meccs szakértője, az jó volt. Nem hittem volna, hogy ezek után még ilyet látunk, de kérem, a Vikings levédett 3 paszt egymás után. Főleg Byron Murphy tüsténkedett, de hát volt ebben munka. Flores, keze nyoma meglátszódik. Fiú, ezen a meccsen lesz egy drive, amit levédünk. Na hát itt van. Dicker 53-ról kapura rúghat, Chargers-be van rúgó, szerinted berúgja? Tévedtél, nem rúgta be. Jeffersonra még nem ragadt át ez a hülyeség, ami ezt a meccset így körbe lengi. Ő megfogja, amit rádobnak. Hockenson is viszi a labdát, de hát a támadófal nem dolgozik jól. Horpadnak, még Tuipolotu előtt is. Lassan többet kellene játszatni a Tuipolotut, mint a Mac-et. Lehet, hogy többet játszott, nem? Khalil a Mac-nél. 21 éves a gyerek. Nagyon kell majd Reisner a Vikings támadófalba, de még nem áll készen. Múlt héten aláíratták, még tanulja neveket. Panther készen áll, belerúg a labdába. Kivételesen megkocogtatja egy kicsit a Herbie-nek a vállát, hát akkor fellép, mozgásból elindítja Keenan Allent. Jó tanuló, jó sportoló, látod rajta. Herbie, hátrafele passz, Keenan Allen előre passz.
Mike Williams touchdown. Bekíséri Palmer, aki vele van. Esznek, isznak a vikingek, tele van a kupájuk. 21-10, kézben a meccs. Elektromos művek kaliforniai válogatottjának. Joseph Day elkapja kapitányt, miközben forgolódik a backfielden, defensive tackle játék. Hát figyelj, Kazinsz és a forgolódás, ugye hát az nem jó. 3-12, előre indul a csapatkapitány, szabálytalan a Chargers. Kirk, miért csinálod ezt? Mi volt a reményed, amikor 3-hosszúra elindultál a lábaddal? Hát ilyen az Chargers-ködésre számítok az ellenféltől. És te nem rontod el? Én nappal? Hagyd már. Ostromolják Kirköt, elég nehéz napja van azért. 4-6, Chargers 36-oson, támadás. Az analitika azt mutatja, Chargers ellen menni kell. Másik 31 csapat ellen van valamiféle statisztika, meg van a Chargers-en, az mindig mész. Osborne onnan touchdown, nem first down. 20-ason lehúzza KJ. 36-oson vannak, érted? 4-6. Lehúzza KJ, onnan meg bevetődsz. Ja, jó, 20 jól bevetődsz, ezek ellen sikerül, úgy van. 17-21. Kinnen ellenék tanítgatják a fotbalt az ifjú vikingeknek, köztük Harrison Smith. Miképp zajlik a hatékony passzjáték, de hát olykor betesznek a küllőbe egy gajat, Joshua Kelly futásaival. Herbie épp megoldaná a harmadikat, amikor Hunter kimozdítja a labdát quarterback kezéből. Rádölt Justin, de hát ez így pont. Mike Williams pedig kidőlt az egész szezonra. Ó, ha nem lenne elég bajuk, szegényke. Ilyenkor akármilyen durva sérülés van, mindig azt mondják, hogy hát talán majd a playoffra felépül, ó, hogy nem, majd bejuttok, mi Chargers. Nos, azt mondják, hogy ő nem épül fel arra se. Szomorú. Madison jól fut, végén fumble. Megnézik, ha nem is fut fumble. Védjegye. Teljesen jó volt ez így. Derwin James is ápolni kell. Jordan Addison eszik a szélen. Több kicsi érintése van Addisonnak, nem pedig egy nagy, ahogy szokott lenni. A hosszabbat azt a Samuel elpiszkálja előle. Minden halad a mederben. Madison fut 10 yardot, Tui Polottu újabb szeg. Azért egy szegtől nem kell beszarni. Attól még lehet támadni. Jefferson 50-ről beveri a touchdown-t. Elhúz a csere defensív back mellett. Aztán Kenneth Murray mellett, aki linebacker. Safety, Woods, már csak integet neki hátul. Ezt elintézte, tessék, fordít a Vikings. Keenan Allen behúzza 15. elkapását. 172 yard eddig. Nem esik senki kétségbe, pontot kell szerezni, hát ezért vagyunk itt. Everettről lecsúszik a védő, kihasználja. Ellen hozza a következő 20 pluszost, de támadó passzintert látott Sean Smith vezető bíró nála, Ellennél. Hörbi akkor lefordul az edge rusherről, megy a rakéta túl hosszú a Palmernek. Palmer, te vagy itt a leggyorsabb, nem? Mondatok, amik tavaly nem hangoztak el a Chargersnél. Túl hosszan dobja a Chargers. Idegdottunk, hallod. 3-17, kicsorog Herbie, befordul a pálya közepe fele, Ellen, megfogja a passzát, mehet egész nap, amit akartok, ez a kapcsolat. Zsinóron húzzák Justinnak a labdáit. Még amit a védőnek dob, az is touchdown. Chargers touchdown. Oké, Palmer örül neki. Levette számára Evans a labdát. Megfogja, bemegy vele. Herbie 100. touchdown passza az NFL-ben. Hát ezt megemlegetik, hogy a védőnek dobta, de így is bevitte Palmer. Bajban van a Vikings, na, még van 8 perc. Biztos, hogy eseménytelen lesz ebben a párosításban az utolsó 8 perc. Addison, 3-9, bemegy középre a forgalomba, túléli az ütést, leszedi a labdát, mutatja fogpiszkáló karjával, merre van a kapu. Eltelik 2-3 év, és már nem Addison lesz a legfiatalabb a pályán, mint most, akkor ő lesz a legtiszteletlenebb motherfucker az ujjanc cornerekkel, azt biztosra veheted. Kirk majd elkéri tőle a fuxot. Cserébe add a labdát most. Kirk itt lesz még? 2-3 év múlva ő örökre itt lesz. Azt mondják, hogy mellé jár a szerződése, de még akkor egy évet hozzáírunk. Fut a Vikings haladósan. Engedd be őket, Brandon Staley. Aztán haladjunk. Hát nem direkt, de errefele mennek az események. Jefferson beüt az ötösön belülre, Madison az egyesre. Ott Kenneth Murray szerel, aki, mint megtudtam, szintén igény tart a K9 névre. Hát ne haragudjál. Oké, hogy 9-es vagy és Kenneth vagy, de... Szóval Walker hamarabb mondta.
Cousins nem talál embert. Negyedik és gól. 3 perc van hátra. Rámennek a kettesről. Sikertelen Jeffersonnak. Eleve szabálytalanul shiftelt egyik oldalról a másikra Justin Jefferson. Ez aztán egy kielégítő befejezés lenne egy Vikings drukkernek így, de hát még hol a vége. Nem baj, legalább beszorult a Chargers. Irby kidobja Allennek, ez kész. 2 futással San Diego 1. és 10-ből 3. és 10-re alakít. Allen 9 yardos tesz hozzá. Staley saját 24-esén döntés helyzetben van. Lássuk a lehetőségeket. 4. és 1. 1. támadunk, sikerül, győzünk. Az jó lenne. Oké, valószínűleg nem ez lesz. Oké, 2. field goal, 94 yardos field goal. Hát az nem biztos, hogy bemegy, azt kizárnám. Oké, 3. elpontoljuk messzire. 2 perc lenne úgy nagyjából az ellenfélnek. Biztos, hogy becsárzserkedünk egy kapott touchdownt. Igen, hát ez nem lenne jó. Oké, 4. lehetőség. Támadunk, de elrontjuk. Hát az lúzerség lenne. De ezzel átkerülne a teher a Vikingsra, hogy muszáj megcsinálniuk, ugye? És minden bizonnyal elcsárzsersködni a Vikings. Alul akarnak múlni bennünket. Támadás. Jó, támadás. Saját 24-esen. Jó, mi legyen a play? Hát, Joshua Kelly fusson a fullback helyéről. Rettentő rövid. Jó volt, taps, így. Gyertek. Innen nem lehet elrontani. Gondolja, Minnesota állam. Osborne túldobja Kirk. Joseph Day szereli a futót. Edison elől Asante Samuel elüti a paszt a célterületen. De Michael Davis belenyúlt valakinek az arcába, ha valószínűleg nem a sajátjával. 1. és 10. Hockenzont kiszedi a Gilman labdával együtt. Ápolás. Nincs baja. Nyilván 4. és 5 lesz. Mennyi lenne, ugye? Megdobja a tight endnek Kirk, de kívül marad. 1. és gól. 1/2 perc van. Mire a következőt elindítja a Kirk, már csak 10 másodperc van, ez is zseniális. Hockenson belejut a labdába, még 2 védő belejut a labdába, interception K9. Méltó befejezés ennek a találkozónak. Hát mindkét csapathoz kell türelem, ha nézni akarod. Chargers most egész jól áll, mit akarsz hétvégén Raiders? Véletlen nyernek, biztos, hogy nem tudatosan, véletlen nyernek, 50%. Az már bizakodás a mérleget illetően. A bizakodás az veszélyes ennél a csapatnál. A Vikings nyert eleget tavaly, idén nem van könnyű. A védelemre nem lehet számítani. Pont háború pedig ilyen pénzfeldobás jelleggel ér véget, mint ahogy azt tapasztalják. Nem fenntartható sikernek a receptje mindez. Az az edukált tippem, hogy gyorsabban végzünk majd ezzel a Buffalo Bills Washington DC Commanders mérkőzéssel. Elég nyamvat playeket mutat be a Buffalo kezdésképpen, csak arra jut Josh Allen ezt elnézve, hogy hát akkor előre kéne bölkézni. Most már sikerül. 3 play kellett hozzá, most már megtartom. Painter nagy és Chase Young ellen, ezek a körönpasszok, futárkodás, ez nem járja. Sweat sürgeti az irányítót, Josh bele tud állni a passzba, Stephon Diggs leszedi Shaman Forbes mellett. Nem sámánkodott Forbes oda magának egy labdát sem. Knoxot a vörös zónába forgatják, de hát a célterületre hiába helyezne Josh. Futás az nulla, nyilván, aztán Young sürgeti, legyen field goal. Sam Howell bevonja Terry McLaurint hamar, nem ijed meg az ellenféltől Terry. Szerencsére nem raktak tükröt elé. Cole Turnerhez bejut egy gránát, igen gyorsan lőtávolságban van a kommandó is. Hát nekik ez ugye profilba vág, lőtávolság, kommandó, igen. Aztán megjön a nyomás Havelre, és nem tud szabadulni tőlük. A labdától se. 3. és 19. Terrell Bernard interception. Diami Brown elől leszedve. Súlyos hiba, ifjú quarterback legénytől. Nem vette figyelembe linebacker, csak át akarta dobni a fal felett valahogy, de hát azon túl is van élet. Néha sikerül áttörni a kommandón, de hát nem elégszer, hiába mennek a labdák Stephon Diggs felé. Josh Allen felé a blitz megy. James Cooknak a futásai meg mutatóba vannak, ezeket nagyon nehéz megmozdítani előle. A nagyfiúkat, pont. Havel marad lassú döntéshozó, ebből szek következik. Bernard a pikje mellé 2 szekket is bemutat, már az első negyedben.
lehet szavazni első negyed legjobb játékosa a fordulóban, hát akkor itt van. Harty, erős punt return után ezt egyből kihasználja a Bills. Gabriel Davis 35 yardról indul be a célba, Josh Allen kiszolgálja, azon a torokra lép a Bills. Közte 10 pont. Innen még van visszaút. Curtis Samuel indul be Benford mögé, Howell pompás labdával járul hozzá a haladáshoz. Tekla kaparja a falat. Valószínűleg halljátok közben, de hát most mit mondjak neki? Ilyenkor mindig izgatott, mikor Stefon Dix-et tudja hallgatni. Howellnek a kedvenc mozzanatára sor kerül, előre indul, fullbacké változva, belemegy az összes védőbe, ugye hát így kell futni, keményen, jó volt. Turner az egyesen megy le, ő egy tight end játékos, ismered. Brian Robinsont viszont kívül tartják, aki meg a futó. Negyedikre dobás, de a földre dobás. Shakirral mozognak ki a safety veszélyből a bölények, majd a zerge mozgású vezér bölény is előre szabadul. Megközelítik a védők, szerencséje van, hogy a helikopterező labdát nem a Fuller vitte el. Helyette utána Stefon Dix, nyugiban megjátszható a logóban. Kim vannak a rokonok? Stefon Dix. Ez itt Maryland, szóval ki kéne, hogy menjenek közel, laksz látni a házatokat stadion tetejéről. Tudom, hogy az öcsér az nincs itt. Damien Harris, futott first down, tessék, megy ez. Kincaid, gáncs. Azután első és 25. Semmit sem élveztem jobban, amikor 4 évesen kimentünk focizni, hogy kigáncsoltam mindenkit. Nem is értem, hogy nem vagyok most az NB1-be. Morse, full start. Mitch Morse, ő a center. Miért történt ez, Mitch? Azt hittem, hamarabb adom. Vagy késő? Nem tudom már. Mezőny goal screen-t akarnak. Forbes rámutat a Stefon Dixra. Őt kapd el, Chase! Oda megy Chase Young elkapja. Hozzájárult el soványka. Így is field goal. 54-ről. Jaj, de simán. Haverre rárontott Epenesa. Rettentő döntés itt Antonio Gibson felé löbbölni egyet. Beugrik elé Hyde, elviszi interception. Kevesebb, mint 2 perc van. James Cook futpár átlagjavítót. Davis most kiszorítja a célterületről Fuller. Bele kell törődni az újabb rúgásba. Nem olyan rossz az a 16-0. Csalódást látok mégis az arcokon. Commando kezdik a második félidőt. Eléggé gruntfutball jelleggel nyomja Sam Howell. Összejön Gibsonnak egy passza, blitz mellett elengedve, az hasznos lett. Robinson is belesző egy 24 yardos futást. Gibsonnal felváltva nyomják. Zűr és a zavar. Melyik? Haverre újra odaérnek, megpróbálja Curtishez jutatni a ballont a célterületre. Interception, Tre'Davious White. Ez nem az a nap, fiam, amikor bejönnek a megoldásait sajnos. Az egyesről jöhet a Bills, akkor nem a célterületre dobta. Az a kérdésem amúgy, hogy volt már olyan, hogy a Stefon Dix megfutott egy berajzolt útvonalat? Általában elindul, egy kanyarás, aztán mutogat, hogy Josh, nézd, mekkora hely van itt! Josh oda dobja neki amúgy. Kyle Shanahan biztos, hogy ketté törni a fején a sétapálcát, hogyha ezt csinálgatná. 30 yardos elkapás mellesleg. Pár first down és egy holding után, 3. és 20, Josh előre vágja, Davis helyett Fuller szedi le. Ugye finomabb kezű viszi el a labdát, tehát az most a cornerback. Ez ilyen karpant, ugye? Josh, jobban érzed magad tőle? Nem. Ha felmegyünk, újra megpróbálom. Amíg próbálják erről lebeszélni, Brian Robinson iramodik meg. Howell nem tud megiramodni, utána ugrik a Leonard Floyd. Már a backfielden. És aztán ráduplázott a Von Miller Akadémia növendéke, Leonard Floyd. Wiley elkerüli. Újabb szék. 3. és 17. Nincs megoldás. Pont. Borús, esős a meccs, de így is képes árnyékra vetődni egy védő. Dix kihasználja. 7. labdája, 108 yard. 3. és 1-re Harris túl rövid. 4. támadnak. Washington 36-oson. Painter nagy, leüti a paszt. Kihasználja Washington? Vagy visszaadja egyből? Gibson kap egy menekülő paszt, de a nagy tömegbe fumble-t veszít, a régi történet Antonio Gibsonnal. Taron Johnson okozza, Bernard begyűjti. Ha rég volt már nálad labda terel, Bernard. Épp ideje volt, szerezzél egyet. 2 sack, 1 interception, 1 fumble recovery. Az első játékos 2007 óta, aki ilyet csinált egy meccsen. Akkor ketten, és akkor az Urlacher és a James Harrison.
Két kedves bácsi volt mindkettő, nagyon jól el lehetett velük beszélgetni a futballról. James Cook elkap egyet, slalomozik a rátermettek között, Latavius Murray is tovább tud menni, Jamin Davis szorításából, ó, hát még nem javultál meg, Jamin Davis. Nem olyan könnyű az faluhelyen. Forbes minuszba szereli Hartit, Josh szerint ez nevetséges, hát majd én befutok. Vörös zónás démon vagyok. Úgy is van, felteszi az ittszert gólöröm gyanánt. Fejére esik a labda. Ez igen, tízes gyakorlat. Még egy pixix hiányzik, Havel nem tudja átlöbbölni Epenesát, beleakad a labdavédőbe. 30-ról visszaviszi, kár lenne akadályozni benne. 30-0. Vissza a szekkekhez, Ed Oliver pattan rá Havelre, aztán a Greg Russo. Jó van, fiúk, akkor jöjjön be Kyle Allen most már. Csere irányító, handoff idő, remekül sikerülnek a handoffok, és abból a futás. 34 yardot repeszt James Cook. Latavius Murray beérint még egy labdát búcsúzóul. Innentől Mercy Rule. Havelék összegarbázsolnak egy mezőnygólt, így nem fáj annyira. Szinte, mintha nyertek volna, olyan érzés. Nagyon váratlan dolog nem történt ezen a meccsen. Havel előtt még hosszú az út, hogy a megszokott játékstílusától eltérő módon is tudjon hasznos lenni. Ez a Buffalo Bills nem engedi a dajkálást és kihasználja a hibákat. Legközelebb majd egy saját súlycsoportjukbeli ellenfél jön. Nem szó szerint, hogy a Josh nehezebb, mint a Tua, egy picivel, de az azért egy sokat mondó kis mérkőzés lesz. És az utolsó találkozó, és eljutottunk ezen a héten, ez a Chicago Bears, Kansas City Chiefs. Nem jött be a tippem, azt hittem összekovácsolódik a Bears. De hát nem így lett. Két meccs volt, ahol ilyen két touchdown közeli spread volt. Volt ugye a Cards, nagy underdog, meg volt a Bears. Gondoltam, hogy az egyik az biztos nagy meccset csinál majd. Hát idáig jó volt a gondolatmenet, csak korábbi chicagói csapattal történt ez, meg a jelenlegivel nem. Úgyhogy ez úgy nézett ki ez a meccs, mint hogy az 1-1-es játszana a címvédő ellen. Mit ad Isten, tényleg ez van? Jól kezdett amúgy a Bears Day. Jalon Johnson kipofozott pár labdát. Jalon Johnson. Biztos van valahogy egy Jalon is, mindegy. Kadarius Toney és Ross ellen is jól dolgozott. Ross a Clemsonos, ugye? Justin, igen. Pacheco-t se engedték kiszabadulni. Egy Kelsey first down után mehet a pant. Townsend a 3-asra pantolja. No problemo, Fields kidobja Claypoolnak. Két futás, 3. és 4. Fields elkerüli a nyomást, de csak 0 yardos futásra hozza ki szek helyett. Nem first down. Kelsey meggyógyult. Megbírja fogni a labdát, és tud mozogni. Ezekre van szükség. Patrick bízik benne. Benne meg a Sky Moore-ba, nyilván. Egy 15-est belerak sallangmentesen Sky Moore, mert mi magában is bízik Patrick Mahomes. Előre moccan egy kicsit, sima first down. Közelről fake jet sweep, belső tapasz, McKinnon touchdown. Ideje volt már elkezdeni McKinnonnak, ott 3 hét lemen nem kaptál el touchdown. Ne haragudjál, milyen 3. számú futó vagy te. Herbert, jól fut a medvéknél, kis Herbie. Méret alapján, kora alapján öreg Herbie. DJ Moore felé nem elég jó Fieldsnek a kiemelése. Szöveg kiemelés? Scrambling van, mozog a backfielden Fields, működik, sima first down. Következő 3. és 6 nem jön be. Darnell Wright, jobb oldali tekül újonc első körből, meglepődik Chris Jones ellen a szélen. Aki befelé megy, szeg. Jalon Jones beföldelhetné a pantot az 1-esre a Bearsnek, de nem bírja megfogni. Clyde Edwards-Hiller ideje jön el Chiefs karitatív programján belül. Ha megunják, lassan unják meg, akkor jött Kelsey. Pók kamera talán még zavar tud okozni az összjátékba, hát a védők nem annyira. Nagyon kell tüsszentenem, de nem bírok, úgyhogy ettől ilyen az arcom, nem azért, mert a Chicago Bears nézem újra. Pacheco bejön, na most mindent beleadok, különben elveszi a helyemet Edwards-Hiller. Tapos, még egy yard! Hát vagy bejön a McKinnon, de ő legalább előre viszi. Folytatódik a támadás, Rashi Rice. Touchdown-t ünnepel 20-ról, de vonalazó szögmérő alapján kim volt. Clyde beviszi. Vagy beviszik őt. Nem bírta bevinni Clyde Edwards-Hiller, de megfogta a center, meg a gár, aztán berakták úgy. Ő fogta a labdát, ők fogták a labdacipelőt. Fieldsre behívtak egy futást. Mi van ezekkel? Luke Getsy.
Karl Laftis ment vele, nem szabadult ki mondjuk, de hát most értjük a lényeget. Futott. Kiforog, Fields, scramble, sidearm dobás, hát van minden. Kmet várja, my man 85, ahogy JTO mondja. Kiváló játék. Nincs több belőle. Futni sincs hely, és nem talál társat Fields, elkergetik onnan, incomplete, pont. Mahomes előre rakott, mell magasságból egy 40 yardos labdát Justin Watson felé, miközben zártak rá a védők, azt a mai napig nem értem. Behúzta mélységi felderítő nyilván. Dupla passz, McKinnon visszadobja Mahomesnak, Mahomes előre Graynek, 9 yard. De azért Zsoga Bonitot beírjuk. Pacheco áll be, ezt most be kell vinnem. 30-ról. Mert ha nem, akkor biztosan nem kapok több lehetőséget. Gyerünk, még ezt a védőt lerázom! Maradja Lizzie-á. Kapsz egy checkdown-t is. Azt elviszi a 7-esre, majd elfut a 3-asra, de ott hiába dobja neki. Patrick Mahomes. Hát akkor legközelebb, ha feljövök, ígérem, hogy 110%-ot fogok adni, Patrick. Mondom a mesternek is. Jó van, Pacheco. McKinnon elkapott touchdown. Ő főleg ebben jó. Elkapásba? Nem, touchdownok szerzésébe. Másba nem annyira. Herbert elvesztett egy labdát, McDuffie keze által Gay találta meg. 26-osra megint beáll Mahomes, ellenfél 26-osra. Pacheco-t minusz 4 yardon szerelik. Szeretnék mindenkitől elnézést kérni, és megértem, ha elküldenek, de próbálok majd visszajutni a csapatba, és ha kell, szívesen lemegyek a gyakorlókhoz. Mester, hozom a táskákat, vagy öntök vizet. Jó van már, Pacheco, menjél vissza, dobjad neked a Patrick. Sky Moore-nak is, de neki hiába. Field goal. Butker betalált. Így akkor még van remény a Bears-nek, mert csak field goalt kaptak a turnoverből. Fields hosszan indít, DJ Moore felé elejti. Átragadt rá butáskodás. Justin Reed beleüt egy passba, interception, Mike Edwards. Hát innen touchdown kell, nem áll field goal, mint az előbb. Rashi Rice el is kap két paszt, megint leáll az egyesen. Touchdown Pacheco, Pacsi, minden falemberrel. Nagyon hálás vagyok, fiúk, megtiszteltetés veletek együtt játszani. Van még egy perc, kell a nagy játék. Claypooltól kikeveredik a labda, pedig hát mindig biztos kezű. DJ Moore felé, túl széles a labda, ez így 3 and out. Tudtamon kívül, kliensem, Montreal Washington a Chiefsbe került, ő hord vissza, nem a Richie James, hát bravo. Látod, tudtok ki tárgyalni magatoktól, és nem kellek én mindig hozzá. Mahomes még előre sunnyog a félpályára, megtiszteli a Bears-t egy maximális koncentrációs touchdown passzal, Valdez Scantling felé, de illegal formation, Javon Taylorra dobták. A liga legszabálytalanabb játékosa Javon Taylor. Bár az Ekwonu a nyomába ered, szóval ki tudja meddig. Hétvégén ugye New Orleans-szal játszanak, Iki. Mire számíthatunk? Hát az egyet-kettőt biztos visszahúzok. Na jó van, akkor meg lesz az előzés. Ngakoue kicsit ráesett a Mahomes bokájára. Na jó, ennyi volt irány a bubi fólia. Ideje bekockáztatni Gabbertöt a pályára. Előtte field goal. Szünetben 34-0 az állás. Az azt jelenti, 5 TD-be fordíthat a Bears. De szek van inkább. Mike Dana. Kis Herbit szerelik, 3 and out. Fordítás elnapolva. Esetleg az eredményjelzőt azt még meg lehetne fordítani valami hacker támadással. Arra azért van esély. Hogy jön ide a Carolina Panthers Panther? Került egy kis szóda Mahomes lábára. Vállalja folytatást. Szoros meccs, parázs meccs, azért nem ülök már ki. Beállok, de azért nem bohóckodni, csak előre dobom messzire, aztán haladjunk. Jó. Valdez Scantling embere talált valamit a földön, addig az elkapó elkapja a labdát. Pacheco, Sky Moore tapossák a vörös zónát, ott jobban megterhelik a füvet, mint a felező vonalon valamiért. Ezt vették észre az Arrowhead Edgar Field szakértői. Jobban kikapott a vörös zóna, mint más stadionokban. Ki lesz a touchdown című versenyt nézzük? Brisker nem a Pacheco-t mondja, mert inkább kívül tartja rácshúzással. Vagy rácstolás abból a szögből inkább. Hát akkor Kelsey kapja. 1,22-es odds bejött. Nézzük inkább az igazi meccset. Chicago Bears vs. nullás számjegy. 4.5. Nincs megjátható ember. Kidobja. Hátráló Justin Fields. Beáll Blaine Gabbert. Interception egyből. Sanbornnak. Na végre. Igazán nem volt sportszerű az Andy Reid-től, hogy nem a Gabbert kezdett. Hol van itt a paritás a ligában?
Még a Bears szerintem a Mahomes-szal is vesztene. Amíg a gárda centert blokkolja, addig azért ne haragudjál, mert főnök, ez nem nagyon nyernétek meg szerintem. Ki mit mond? Fields előre tud futni, behívták megint. És újra, és újra. Negyedikre páncélautó. Hát az nem meggyőző, de megadják, hozzátok. Gól helyzet, semmi se történik. Santos rúg egy mezőnygólt. Innen is üdvözlet a kommandónak. Edward Hiller építi a kampányt az újra szerződtetésre. Meg fog történni, bár több helyre csábítják majd. Előszezon hangulat. Gabbert megjátsza Skymore-t, Rashi Rice-t mozog a labda. A Bears legjobb felállásában is előszezon hangulat sajnos. Bejöjjön be a Badgent. Rice testéről. Tovább pattan egy labda, Interception Quindell Johnson. Ki más? Összegarbázsolt egy touchdown drive-ot végül is a Bears. DJ Moore elkapott touchdown, előtte hosszú játék, hát minden, amire szüksége lenne a Chicagónak a rendes játékidőben, de csak most jött össze. Hát reméljük, hogy láttuk a legalját a Bears szenvedés történetének, de az a tippem, hogy még nem láttuk. Hátra van még pár meccs, amikor a Chiefsnél rosszabb csapatoktól fognak kikapni. Erről és minden másról pedig majd beszámolok nektek a jövőben is, köztetek tegnapi csütörtöki fotballról, holnap viszont rossz tippek, ugye előre tekintés lesz, nem pedig vissza, az lesz a következő műsor a csatornán, mint mindig. Mára köszönöm mindenkinek a figyelmet, egész hétre azoknak, aki visszajártak, vagy aki csak egyszer-egyszer jött, lájkolja, hozzászól a videókhoz. És akkor váltiteket holnap, valamikor, talán meg tudom oldani, hogy megint, hogy 3 óráig bezárólag felrakjam a rossz tippeket. Úgyhogy ott találkozunk. Köszönöm mindenkinek, aki támogatja is a csatornát. Nektek kimondottan hálás vagyok. Jó pihenést a hétvégére, szevasztok!